Major Jenő polgármester tájékoztatója bele járványügyi helyzetéről. A városvezetője elmondta, növekedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Az óvodában és a bölcsödében felügyeletet és étkezést biztosítanak, illetve a hivatal is működik. Csak telefonos egyeztetés után tudnak ügyeket intézni. Magunk se hittük el, hogy harmadik hullámról már akkor beszéltek, amikor még a második sem volt, és itt van. Most már harmadik hullám közepén vagy tetőzésénél járunk. Reméljük, hogy a tetőzésénél elég súlyosak a számok, és mondhatom azt, bár számára sokkal pontosan nem rendelkezem, de hallomásból, a innen-onnan hallott esetszámokból összerakva azt tudom mondani, hogy Beldet is érzékenyen érinti ez a járvány. Vannak pozitív esetek, ennek kapcsán családok szorulnak karanténra, és hát ugye csütörtök délbe indulva a kormányülésről, és a pénteken ugye kialakult a rendelet, és megjelent a Magyar Közlönyben. Ezt követően próbáljuk mi is követni az országos rendeleteket, rendelkezéseket a járványhelyzetre vonatkozóan. Vonatkozik ez mind a hivatalra, mind az intézményekre. Hát az intézmények, amelyek a mi kezelésünkben vannak, hogy az iskola az már nem, de nyilván a kapcsolat az iskolával is megvan, és igazgatóval is átbeszéltük, hogy mi fog következni. És visszatérve az óvoda és az óvodánál itt étkezésekre is, illetve hát a bölcsőde intézményére, amelyek önkormányzati fenntartásra vannak. Jelen pillanatban hát megtörténtek azok az intézkedések, amelyek hát most a mai naptól érvényesek, és elvileg ugye április 7-ig egyelőre. Még pénteken az volt a helyzet, hogy ügyeletet sem kell tartani, vagy nem lehet tartani, inkább úgy mondom. Aztán az idők során ez odáig úgy változott, hogy ügyeletet már lehet és hát kell is tartani, amennyiben jogos igény merül fel rá. Én azt kérném azért itt az óvodai és a bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő szülőket, hogy tényleg legyenek most tekintettel arra, hogy azt hiszem most már egy év távlatából a saját magunk bőrén, saját magunk által megtapasztalt dolgokon keresztül tényleg azt látjuk, hogy egyelőre nincs más eszköz a kezünkben a járvány megfékezését illetően, mint az, hogy a személyes érintkezések számát csökkentjük. Nyilván úgy fogalmaznék, hogy a szükségtelen személyes érintkezések. Tehát amennyiben meg tudjuk azt oldani, akkor tényleg lehetőleg maradjunk otthon, és ezeket az érintkezéseket, azokat minimálisan csökkentsük. Akár itt most ugye vonatkozik ez, most beszélünk a gyermekintézményekről, de vonatkozik ez minden más kapcsolatunkra is, azt tudom mondani, és a legbiztonságosabban tényleg otthon vagyunk. Itt talán vidéken ezt könnyebb megoldani. Most már jön a tavasz, már talán a gyerekekkel is könnyebb esetlegesen eltölteni ezt az időt, és hát bízom benne, hogyha ezt így betartjuk, ezeket a szabályokat, akkor egyrésztről azt, hogy nálunk normalizálódik a helyzet, és Beled vonatkozásában, de nyilván nem tudunk elvonatkoztatni a magyarországi helyzettől, tehát az kell, hogy a számok országosan is úgy alakuljanak, hogy ez a szakasz ez tényleg csak egy hónapig tartson, és április elején, akár a húsvétot mondhatnám, arra már ez a szorítás tudjon enyhülni, legalább olyan mértékben a múlt heti szintre tudjunk visszalépni, és azt szerint tudjuk akkor folytatni tovább. A beledi hivatal működését befolyásolja, hogy a harmadik hullám ugye elérte az országot, így Beledet is, egyre több a megbetegedés, kellett-e változtatni a hivatal ügyintézésen? Hát jelen pillanatban mivel annyira friss a rendelkezés, megkaptuk mi is egyébként az erre vonatkozó utasításokat, illetve eljárásrendet, de még nem alakítottuk ki itt az egyes munkatársak között, még a mai napon nem volt erre idő, tehát folyamatosan tárgyalunk erről, hogy fog kialakulni a hivatal működési rendje. Azok a szülők, akiknek kisgyermekük van elsősorban, és akár ennek okán is jobban szeretnének home office-ban dolgozni, illetve akár szükséges is, hogy a gyermekük mellett otthon legyenek,
és egyébként ennek okán aztán el tudják majd azért a gyermekfelügyelet mellett, a gyermekfelügyelet megoldása mellett el tudják azért végezni a távmunkában a hivatali teendőiket is, tehát elsősorban ők lesznek azok, akik ezt a lehetőséggel tudnak élni. Viszont azt nehezen tudom elképzelni, hogy a hivatal egy az egybe lezárjon, és senki ne jöjjön be, ugyanis hát mi itt benn vagyunk a dolgok sűrűjében, itt nagyon sok olyan teendő van, akár napi teendő, amely hát igényli a helyi részvételt, itt gondolok egyes aktákra, különböző szerződésekre, dossziék, amelyek hát nem minden van gépen, tehát nem minden tud otthon valaki elérni, úgyhogy azok a dolgozók, akiknek ez szükséges, és azt gondolom azért, hogy a körülményekhez képest itt nálunk egy helyiségben egy személy tud tartózkodni, így azért biztonságosan tud dolgozni, természetesen betartva a járványügyi előírásokat, tehát a maszk használatot, a távolságtartást, és minden olyat, ami eddig is érvényben volt. Aztán mondhatnám azt is, hogy a rendes évi teendőkön felül is, amik ugyan minden napra meghatározzák a hivatal dolgozóinak a mindennapjait, vannak azok a napi esetek, amelyek az utcáról bekerülő ügyfelek problémáit jelentik, és ővelük is valamilyen módon foglalkozni kell. Ugye minden nem működik úgy, hogy online kérem. Nyilván egy része a kapcsolatoknak már áttevődött, és távolról működik, de van egy része azért a kapcsolatoknak, amelyek, illetve az ügyintézéseknek, amelyek személyes részvételt, megjelenést igényelnek, és hát ez legalább valamilyen szinten itt akár a titkárságon is ügyeletet kell tartani, és be kell fogadni a kérelmeket, illetve el kell igazítani az ügyes-bajos dolgaikban hozzánk fordulókat. Köszönöm, polgármester. Köszönöm szépen.